Az Esztergomi Kórház szülészetén járunk, a felvételek rejtett kamerával készültek. A többszintes épületben épp ablakokat cseréltek ma. Az első szint, ahogy a harmadik is, teljesen kihalt volt. Egyedül az újszülött részegen voltak kismamák. Az ambulancia is teljesen üres volt, még a lámpát is lekapcsolták. Az ajtón tábla mutatta, hogy augusztusban mikor nincs rendelés, és hogy hová lehet menni. Az RTL híradó információi szerint hamarosan nem csak a rendelés maradhat el, hanem az egész osztály megszűnhet. Úgy tudjuk, a szülészeten felmondott az osztályvezető, és egy másik orvos is elmegy, és ha nem találnak orvost, be kell zárni az osztályt. Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont adatai szerint a kórház szülészetén és ambulanciáján összesen 9 orvos dolgozik, de csak 4-en 2 szakorvos, 1 szakorvos jelölt és 1 rezidens orvos van főállásban. Szerettük volna megtudni a kórház főigazgatójától, hogy valóban fenyegeti-e az osztályt a bezárás az orvoshiány miatt, ő azonban nem válaszolt a kérdésünkre, levélben csak annyit írt, azt a választathatja, hogy a betegellátás folyamatos és zavartalan. Az Állami Egészségügyi Ellátóközponttól ugyanezt írták. Kérdésünkre, hogy bezárhatják-e az osztályt az orvoshiány miatt, ők sem válaszoltak érdemben. A kórház honlapján megtaláltuk az álláshirdetést, amelyben úgy fogalmaznak, sürgősen keresnek osztályvezető főorvost a szülészetre. A rezidensek és szakorvosok szakszervezete szerint az orvoshiány egyre nagyobb probléma országszerte. Tehát mondhatjuk, hogy az elvándorlás csökkent, miközben azt is mondhatjuk, hogy az orvoshiány pedig paradox módon nőtt. Többször elmondta a RESZAX, hogy nem csak azzal kellene foglalkozni, hogy hányan mennek külföldre, nézzük már meg, hogy hányan vagyunk itthon. Tehát képesek vagyunk-e azzal a létszámmal ellátni biztonságban a betegeinket. Az elnök azt is elmondta, több osztályon úgy oldják meg az orvoshiányt, hogy más szakképzettségű orvost vesznek fel, így legalább darabra megvan a szükséges létszám. Dímes Tamás szerint azonban egyre több intézményben már így sem sikerül megoldani a problémát.